Köszönjük szépen. Szóval nagyon tömören a 2015-es számú törvény, az információbiztonsági törvény lehetőségeiről fog a kollégám beszélni, ugyanis 15 perc alatt tényleg nem lehet előadást tartani, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ez egy szóló műsor lesz. Úgyhogy hát remélem, hogy válaszok erre a Somm Zoltán kollégám adni. Köszönöm szépen. Valóban igyekszek tartani a 15 percet, és remélhetőleg a végére minden kérdésre választ kap mindenki. Tehát az említett 2013. évi 50-es számú törvény, ami a állami és önkormányzati szervezetek információbiztonságáról szól, azt hivatott szabályok közé terelni. Ennek talán azt emelném ki, aki majd egyébként részletesebben szeretne, az el tudja úgy olvasni, azt emelném ki, hogy az alapfogalmakat definiálja, tehát hogy egyáltalán valami olyanról tudjunk beszélni, ami alatt mindenki ugyanazt gondolja, hogy picit a kerekasztal beszélgetésre visszautaljak a jó és a rossz hír definíciója, tehát közös szóhasználatotnak az alapját megteremti. És amire a végén még ki fogok térni, hogy, és ezt nem szokták sajnos elmondani akkor sem, amikor elkezdi az első osztályt a gyermek az általános iskolában, hogy bizony ide még 8 évig járni kell. Ez az információbiztonság, ez ugyanilyen dolog a közigazgatásban, hogy valószínűleg csak egy évtized, vagy legalábbis nagyon hosszú idő múlva lesz mérhető a nagyon komoly eredménye. A téma aktualitásáról igazából olyan szinten emlékeznék meg, hogy rengeteg nemzetközi példa rendelkezésre, adatszivárgások, stb. És föl szokták tenni azt a kérdést, hogy ez miért nincs így Magyarországon, miért nem hallunk erről sokat. Hát ennek az az oka, hogy nagyon más a hazai jogi szabályozás, mint a külföldi. Tehát itt még nem írja elő a törvény azt a fajta nyilvános közzétételt. És ami még aktuálisabbá teszi mindezeken túl, az, hogy ugye az EID bevezetése, tehát az, hogy 2016. januárjától a tervek szerint ugye elektronikus okmány kiadására nyílik lehetőség, az még inkább előtérbe helyezi azt, hogy igenis ezzel foglalkozni kell központi szinten. Volt egy kutatásunk, amikor is a közigazgatási szereplők megkérdezésével vizsgáltuk a biztonsági szintet, és sajnos a kontroll kérdéseken a válaszadók jelentős része úgymond elbukott, tehát azért írtuk föl a diára, hogy egy képzelt biztonsági érzet van jelenleg, és ugyanakkor ez az információ, ezek az adatok értéket képviselnek ugyanúgy a magánszemélyeknek, az államnak és a gazdasági szervezeteknek egyaránt, végső soron pedig nemzetgazdasági érdek. És amiért elindult ez a folyamat, úgy gondolom, hogy az, hogy egyáltalán képet kapjunk arról, hogy mi a jelenlegi helyzet. Itt a két idézet olvasható a dián, hogy ugye, amit nem tudunk mérni, azt arról nincs semmilyen információnk, nem tudjuk irányítani, kontrollálni. Ugyanakkor pedig azért nagyon speciális helyzetben van ez az információbiztonság, mert minden egyes területen meg kell, hogy jelenjen. Tehát ahogy az IKT képességek területén minden egyes tárgyba, minden egyes területbe be kell ezt építeni. Jelen pillanatban ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára írt előfeladatokat ez az 50-es számú törvény, és eddig 60 szakember végzett ezen a képzésen. Tehát az egész közigazgatásban a mai napig 60 olyan végzett szakember van, aki ennek az információbiztonságnak az ügyét a zászlájára tűzve a törvényi minimumot, tehát az évenkénti egyszeri tudatossági oktatást képes megtartani, illetve remélhetőleg megtartja. Az is látható, hogy a környezetváltozása sokkal gyorsabb, mint a klasszikus ilyen tanár, diák vagy szülő, gyermek másolódás megvalósulhasson. Épp ezért, ahogy a későbbiekben is kitérek majd rá, tehát több csatornán keresztül kell ezt kommunikálni. Ennek a 60 kiképzett szakembernek a megjelenését én egy picit a tankötelezettség bevezetéséhez tudom hasonlítani, és
jó magam is rendelkezek pedagógus végzettséggel, de ezért elnézést is kérek, hogy talán erős egy picit ez a hasonlat, de tényleg tehát az, hogy kiengedtünk 60 embert az egész államigazgatásba, ez tényleg egy hatalmas feladat és kihívás, és természetesen nagyjából azt lehet látni az eddigi tapasztalatok alapján, hogy évente 30 embert iskoláznak be, de tényleg ez egy nagy kihívás ezeknek a szakembereknek. Hiszen az egyik legnagyobb foglalkoztató Magyarországon ugye a közigazgatás, az állam. Ott töltjük életünknek a közel egy harmadát a munkahelyen, és az a meglátásom, és ezt mint oktatóként, tehát ezen szakemberek oktatójaként is mondathatom, és el is mondom nekik, hogy óriási felelősségük van, hiszen ezt a gondolkodásmódot ott a munkaszervezetekben meg kell, hogy honosítsák, és ezáltal, hogy ott megteremtik ezt a információbiztonsági kultúrát az ott dolgozók körében is, legalábbis stabil alapokat hoznak létre az elején, ez vélhetőleg az ott dolgozóknak a magánéletére, a családi környezetére, és ez a tudás ki kell, hogy terjedjen majd hosszú távon. Úgy gondolom, hogy ez az évenkénti minimum egyszeri oktatás, amit előír a törvény, ez egy minimum. Tehát ez egy minimum, és itt igazából arra nyílik lehetőség, hogy olyan új információkat adjanak a munkavállalóknak, a közigazgatásban dolgozóknak, amik alapján esetleg adott szituációban jobb döntések meghozatalára képesek, vetítve ezt ugye az információbiztonság szemüvegén átnézve. Hiszen alapvetően tényleg arról van szó, hogy a technikai irányból közelítjük meg, hogy valamilyen új fenyegetés, újfajta átverés, újfajta visszaélési forma megjelenik, és most ebben az őszi időben ugye vélhetőleg jön a náthás szezon, itt is az történik, hogy először ugye náthás lesz a lakosság egy része, aztán a jelentős része, aztán előbb-utóbb ugye immunissá válik rá, és akkor mindenki szépen meggyógyul egy-két napos tüsszögés után. Tehát, hogy a valóságban, az információbiztonságban és ezen a területen is ez van, hogy az új fenyegetéseket nehéz megelőzni, hanem utólagos kezelésükre van lehetőség. Viszont a tudatossági képzések ugye arra hivatottak, hogy ezt a gondolkodásmódot rögzítsék, segítsék, hogy egyfajta, keresem a jó szót, tehát egyfajta ilyen hitetlenséggel kezeljék az újonnan megjelenő dolgokat, tehát hogy tudatosan gondolkodjanak. A továbbfejlesztés tehát azt jelenteni a mi koncepciómban, hogy ez a minimum egyszeri előírt oktatás ez növekedjen, másrészt pedig ne egyfajta oktatás vonatkozzon a munkaszervezet egészére, hiszen számos különböző típusú emberből, osztályból, munkavállalóból tevődik össze, hanem ezeket amennyire lehet ugye személyre, csoportokra érdemes szabni, akár életkor, akár más szerint, ez ugye az adott munkaszervezeten belül kell, hogy eldőljön. Az ottani információbiztonsági vezető kell, ugye, hogy fölmérje a helyzetet, és aszerint az adott munkaszervezetre szabja ezt a képzést. Illetve hát szakítani kell azzal is, hogy a jellemzően 100 oldalas információbiztonsági szabályzatoknak a frontális ismertetése valósuljon meg. Mindezek által úgy gondoljuk, hogyha a munkaszervezetben kialakul ez a fajta kultúra, tehát ezen szakemberek segítségével széles körben, akkor ez előbb-utóbb ugye, ahogy hazaviszik ezt a szokásokat, ezeket a kultúrákat, ezek a munkavállalók, és minél több csatornán kapják meg ezeket az információkat, vélhetőleg annál szinergikusabban képesek ezeket a hatásokat erősíteni. Itt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen ebben a képzésben szakmai, jogi, módszertani, technikai, tehát egyéb ismereteket is kapnak ezek a vezetők, tehát voltak éppen egy év alatt elég intenzív módon fölkészítjük őket az összes olyan dologra, hogy utána a munkaszervezetben megállják a helyüket.
És ahogy az elején is említettem, tehát ezt nem nagyon szokták kimondani, hogy ezek nem egy-két éves folyamatok, tehát hogy látni kell, hogy valódi mérhető eredményhez évekre van szükség, hiszen munkaszervezeten belüli kultúrát kell nagyjából a nulláról megteremteni. És hogy milyen feladatok vannak előttünk, úgy gondolom, hogy említettem, hogy több csatornán keresztül kell kommunikálni, tehát azokat a tipikus visszaélési formákat, amik tényleg tipizálhatóak, tehát akár a bankkártyával, akár a telekommunikációs eszközökkel kapcsolatos tipikus visszaélések, amik nagy tömegeket érintenek, ezeket ajánlás, vagy akár törvényi szinten érdemes ennek kezelni, hogy az adott szolgáltatói szektor készítse el az erre vonatkozó kommunikációs tervét, ajánlását, hiszen ez egy eléggé szabályozatlan terület jelenleg. Ugye ebben az esetben nem azt jelenti, hogy minden egyes szolgáltatónak ezt meg kell csinálnia, hanem ugye adott szolgáltatási területek egy csoportba tömörülve is létrehozhatnák ezeket. Azt is látni kell, hogy ez egy folyamatos munkát igényel, és ugyanakkor ez nem csak az adott egyének és munkaszervezetek érdeke, hogy milyen tudatossági szinten van az egyes egyének, vagy a munkaszervezet, vagy éppen a versenyszférában dolgozó, hanem ez alapvetően tényleg nemzetgazdasági érdek, és egy példát szeretnék itt megemlíteni még, aminek utána részletesebben olvasni, de 2007-ben Észtország alapvetően kibertámadás áldozatává vált, és vélhetőleg orosz hacker csoportok bénították meg az internetes forgalmának a jelentős részét. És amit ki szeretnék ebből a példából emelni, hogy nehéz elképzelni jelenleg itt Magyarországon, hogy milyen az, hogyha nem tudnánk így rendőrt hívni, vagy tűzoltót, vagy nem működnének a mobiltelefonjaink, vagy éppen az internetes portálok, amiről ugye elég sokat beszéltünk már a mai nap folyamán. De ami oda vezetett, hogy közel polgárháborús állapotok uralkodtak el nagyjából egy hét múlva, az talán az volt, tehát az egyik legnyomósabb ok, hogy az embereknél lévő készpénzállomány elfogyott, és nem tudtak bankkártyával fizetni, hiszen a banki szolgáltatások is akadoztak. Tehát nem tudtak effektíve vásárolni, élelmiszert venni, nem tudták a hétköznapokban megszokott kényelmes szolgáltatásokat igénybe venni, és nem voltak felkészülve erre, hogy ilyenkor mi a teendő, hogy ez egyáltalán ugye előfordulhat, megtörténhet. Nem csak ez az egyetlen példa, és ez is azt a gondolatot menetet igazolja, hogy fel kell készülni, amennyire lehetséges, és bizony fel kell készíteni mindenkit, amennyire lehetséges az ilyen, vagy kisebb, vagy nagyobb információbiztonsági események kezelésére. Köszönöm szépen a figyelmet!